körülbelül olyan, hát egy másodpercet akartam adni arra, hogy egy-két kínai triádos nekem fog támadni, de nem telt bele annyi idő. Jó köszöntés, ők is köszönnek nekünk, sziasztok! Ez itt Gaten Orbi csatornája. És várjuk szét Gaten Orbi karakterét, és nem a karakterét, de jó kis segítőtárs, és mi ez a bevétel nulla? Én nem akartam taxizni. Köszönöm, elindulhatok? Köszönöm szépen mindenkinek. Ne. Hawaii Inges találkozó történetet, itt azért volt ilyen sok Hawaii Inges iker. Hát ezek a kínai triádosok, mint hogy más ruhába járkálnának. A hal van, mosoda van, de hogy ugyanabban a ruhában van, de bizonyára perszillel vagy valami hasonló mosóporral kiszokták mosni. És induljon Joey utolsó küldetése, ami nem a bank job, a létszerés. Ez a magyar megfelelője, a létszerés a bankrablásnak. They're hitting the bank and they need a driver. Mm-hmm. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get him to the bank before 5 o'clock, not a minute after. A lépelés. Vagy mi volt? Nem biztos a lépelés, ez hülye, nincs is olyan mondat. Nem, elfelejtettem, jó hamar elfelejtettem. Na itt az a lényeg, hogy egy négyszemélyes jármű kell, ami szerintem a taxi tökéletesen megfelel. Nagyobb, hát mindig általában ilyen taxikkal szokták ugye a bankrablásokat megcsinálni, ugye Vice City-ben is taxival, meg ilyesmi. De mi lenne, ha én most rendőrkocsival csinálnám meg? Vagy valami gyors, négyszemes mentőkocsi. Mentőkocsival ritkán rabolna a bankot. Itt Szalókon se raboltak még mentőkocsival a bankot. De más mivel se. Szerintem jó lesz, hogyha Mafia Sentinel-en rabolunk bankot. Legalább a rendőrség Kalambó főszereplésével. Hamar megtalálja a gyanúsítottakat. Úgyis a maffia rabolja ki a bankot, nem? Na, anyád. De nem így akartam menni. Én épp kocsival akartam menni. Nem így. Jó. Akkor új kocsival. Jó? Nem. Menjünk már a Joey barátaihoz, ugye? Eszembe jutott, régen volt az a sorozat, nem nagyon nézte a Jó barátok. Abban is volt egy Joey karakter. Na és most... Így eszembe jutott a Joey barátai révén. Akkor felvesszük. Hú, nem jut eszembe milyen karakter, de azt tudom, hogy a Jennifer Aniston is benne volt abban a sorozatban. Felvettük őket. Nagyon jó. Amúgy nem látszik, hogy mafiózók vagytok. Ó, ez a maszk, ez mindent elárul. Komolyan mondom. Az szép maszk, kb. Már hasonlít a Maszk című film maszkjához képest, vagy hasonlít rá, mert tényleg csak Jim Carrey hiányzik, ha már Jennifer Aniston itt van, de jó kezdődik ez a bankrablás. Hánynak kell odaérnünk? Ja, 5-re. Jó, akkor még elmegyek valami, megeszek, egy negrót veszek. Ja, hogy Amerikában nincs negró? Ez szomorú, ezért nem költözök ki Amerikába. Nincs negró. Há, nem megyek ki Amerikába. Á, semmi baj, hogy lőjenek minket. Csak szólt a rendőrségnek, hogy azért figyeljenek már, mert ki akarnák rabolni a bankot. Ezek a kínaiak a barátaim. De gyorsan. Én hajom járni a motor, de mintha lőnének minket, mindegy. A rendőr ott van, sarkol, nem baj. Semmi! Ez a lövés, ez semmi, izé! Bontottak ki egy üvegpezsgőt. Egy ember élt túl a háromból. Ez igen. Nagyon jó, akkor szerintem kevesebb is lesz a pénz. Vagy több. Több lesz a pénz. Na mindegy. Jó van. Akkor te, haver, Aniston. Neked túl kell élni. Ja, hogy levigyem a körözést. Oké, levisszük a körözést, Aniston. Volt nekem olyan, hogy egyik se élte túl, úgyhogy még jól is jártunk veled. Ó, de szép vagy. Sukár gyerek vagy ám. Az FPS mód bezavar. Az FPS, hát FPS. Na, itt van egy körözés csökkentő csillag. De mondjuk az is jó lenne, nem hogyha elmennék a festészetbe, de hát annyi IQ nincs. Jó, hát na, mindig az a festészet. Gondolom mondom, ne legyen már a festőnek azért pénzre, na. Nem megyünk el oda, $1000. És ki tudja, milyen keveset kapok azért a bankrablásért. Na. Igazából a GTA történetében ez volt az első bankrablás. Lehet, hogy egy-kettőben volt, úgyhogy nem mondok hülyeséget. Ennél már csak jobb lehet.
ez volt a legaljobb bankrablás, csak bementek az ajtón, és mi se történt volna. Ennél már csak jobb bankrablások lesznek a GTA-k történetében. Ki Vice City-t? Nem, Vice City jó bankrablás volt. Mindegyik GTA-ban volt valami rablás. San Andreasban kaszinó rablás, GTA 4-ben is bankrablás, a GTA 5-ből meg csak állandó a rablás. Szállj ki! Izé! George! Aniston! Gyere! Ezt nem hiszem el, és beadták a körödést. De engem ne ütögessé. Ja, azt hittem, hogy ütögetni akarsz. Perenial, barátom. Na. Nem igaz. Ha megint beadták a körözést. Múljon el a körözést. Felveszünk a kurvát. Ne vegyük fel, mert kevesebb pénzünk lesz. Igazad van, haver. De kíváncsi van, mennyit adnak. Egy 50 000-est elkérek. De Deák Ferenc legyen. Na. 10 000. Mocskok, tol vagyok, Joyos sem élek többet. Nem is kell. Jó, és csináljuk akkor a utolsó Tony küldetésünket. Hát ez bolond. Aki elé ugrik egy perennial elé. Na. Amiben. Hát nem filézik a halat. Jó, elegem van, nem igaz? Anyám, mert megint nem jó kaját csinál. Mondtam neki, hogy úgy kell, meg kell párolni a kaját, és nem párolta meg a kaját. Na, mondtam neki! Na. Sem, nem tud halat csinni rendesen. Triádom már pofámba röhögnek, hogy ők meg olyan jó ilyet csukás ütnek. Nem hiszem el. Ja, bibliai lesz, mert minden. Na. Meg kukáskocsi is lesz, amit te nem tudtál megszerezni. Pedig az előző részben ott ment el melletted. És ott áll melletted, de olyan vak volt, hogy nem láttad. Hát ez így történt. Mit csinál az a nyomorék? De kár, hogy Tonytól is elbúcsúzunk. Olyan hamar búcsúzunk a GTA 3-ban a karakterektől. Azt nem hiszem el. A halam szakad meg. Jaj. Istenem, és Tony nem gondol azokra az alkalmazatokra, akik a halgyárba dolgoznak? Ők már hol szagolják a halat? Többé. Kukás. Hú, de jól lefordítja a kukás kocsi nevét. Kukás. Kukás leszek szalókon? Milyen jó lenne kukás lenni szalókon? Lehet ez lesz. De mindegy, na, mit akartam? Igazából el lenne minden Import Exportba ezt a kukáskocsit, de szerintem hülyeség lenne. Majd lopok én egy másik kukáskocsit. Na majd izé, a bomba meg izé többbe került, mint a kukáskocsi, azt nem adjuk oda Import Exportosoknak. Refrain. Igazából szerintem a GTA 3-ban hamarabb megunom a zenéket, mint a San Andreasban, mert nem valami sok zene van ebbe, ugye? És már most kezdem unni őket, pedig mi Portlandben vagyunk. 11. résznél járunk. Jó, hát ez a küldetés már nem fogad ki rajtunk. Itt egyetlen sérülése lesz, most megmondom őszintén. Mit csinálnak ezek ölik egymást? Nem hiszem el. Would you like a dragon? MXX? FM? Mit beszél már hülyeséget? Jöttem! Annyira, olyan nagyon szemeteltek. Izé vagyok, Cloud. Ja, nem. Kukás vagyok. Az a nevem is. Flash, mindegy. Jó, hogy parkoljak be? Így jó? Jó van, csak vigyél el a szemetet. Jó lesz. Még izé a hal belet. Oké, ezt is elviszük. Bomba élesítve. Jaj. Ne lőjenek. Nem lehet 2 kg keszeget innen kérni? Vagy hol vegyek keszeget? Jaj! Ne! A hal, ne! Repül a hal! Ki tudja, hol áll meg? Hey, Miss Mime! Hú, de jó ezt hallgatni, ezt úgy szeretem hallgatni. Nem volt valami nagy gyár, megmondom őszintén, hol a hal? Mindegy, ezek csalók voltak. Nincsen haluk. Nyissa már fel, kend azt a sorompót! Na, mi van, meghalt izé a kapunyitó? I was crazy. Wish I can chill this too hard. And
Felveszek a pajzsot, ez már ilyen, izé, ilyen, már tudják, hogy ide jövök, mindig kiteszik a pajzsot. Igazából én sose szoktam pajzsot használni Portlandre, de most nem tudom, így, így most használok. Na, ez a lényeg. Nem tudom, hogy most elmények a Szabatóhoz, hogy menj csak egyet, vagy hogy mit tudjunk, hogy lány kurvázunk, nem. A harmadik esély, vagy a harmadik lehetőség nem áll fel. Jó. Inkább beszállok ebbe. Tudtam, hogy ki van nyitva, nekem nyitották ki. Kíváncsi vagyok valamire. Beszokták adni általában egy olyan sportkocsikat annak be, amiket, amik Portlanden nem is találhatók, és szerint van egy olyan érzésem, hogy be fogják adni. Hát nem adtál be csak ezek a szarságokat. Jó, a shotgun teszt. Hát ezt jól elcsesztem. A shotgun nem tesz semmit. Jó, nem. Nem is tudom, nem. Kinyíljön, menjünk. Ja, hogy rossz a lévők. Jó. Már megint ilyen hülye furgonosokat ölünk meg fel, akik csak így napi keresetet akarják megkeresni. Aha, napi kereset, shotgunnal. Aha. Na, ez sem napi kereset akarja meg. Keresni! Húzzatok ma innen! Hello! Ó, és $500 kaptam. Veszély elhárítva. Mission complete. Messze van az? Hány kilométer? Mérföld, elnézést, mérföldre mondjuk. Sose dönünk. Na, már itt van a mocsokláda. És megint ilyen szarságot kell? Ezt mondom, szerintem el. Ne ütögessé engem, hogy merészeled? Na. Na, ez meg hogy gyűlött ki? Mocskok, szemétláda, baseballtőre, One Piece! Haha, most már nem tudtok a halból megélni? Hahaha, nevetek! Tony meg ott teszi a halpaprikást! Hahaha! Ő is nevet, mindenki nevet. Csak ti nem nevetek, mocsadékok. Nem csinál azt a hülye bűnözős küldetés. Már megint ide, ezen a hülye metrón vagyunk? Ebben a játékban többé. Én nem akarok ezen a hülye metrószerelvény, vagy sinen, vagy nem tudom mind lenni. Fordulj már meg, ha... Fordulj meg! Ó, ott egy koponya! Jó, tényleg, azt meg kell csinálni. Anyádat! Hát nem igaz, ezt sem veszem észre. Hallottam, hogy valami zúg, de... Lehet az itt egy hóember jön felém. Gondoltam, hogy ez a gránát esetek. Itt a rendőrkocsinak a gránát. Ezt nem hiszem el. Ezért érdemes útra venni a pajzsot. Ne tudáljátok már itten! Futás! Szép! Ez tökéletes, tökéletes ott, rendőr úr! Polgármester úr! Mátom maga helyett, na. Ho! Gyere ide! Cici! Hajsz rá! Hey! Ne a gránát, ne essél neki! Jó, akkor gyerünk erre! Ez ilyen izé, triatlon, gyere, erre kell menni! Ja, lépcsőt nem tudsz, IQ, oké. Ó, és jön egy másik. Gyere, pajtás. Mert mi ugye jó barátok vagyunk. Mert ugye jó barát... Néha, ambulance nem akar meghalni. Hát Lance is elég nehezen akart meghalni a Vice City-t, de aztán sikerült. Jaj, kettes körözés. I'm scared. Jaj, elestünk, mi van? Jeges volt az út. Na már csak egy van. Vagyis egy. És milyen kocsit robbantok fel? Még 3 másodpercig tudnak szavazni arra, hogy rendőrkocsi lesz egy Patriot, rendőrkocsi vagy Patriot. Azt hiszem, rendőrkocsi lesz. Ez az. És a 2-3-ot megnyerte? Nyereményjátékkal. Senki, téves nyereményjáték. Na. Jó. Azt hiszem, akkor elmegyek menteni. És akkor innen fogom jelenteni legközelebb. Szerintem már egyből Salvatore házánál, hogy ne is húzik az időt. Adjon Isten jó estét mindenkinek, és a triádoknak még egyszer egy egész nagy adag tál halpaprikást. Sziasztok! Ne zúgjon a metró, mikor köszönöm! Sziasztok!